Átsétáltunk a megfigyelőkert idős körtefájához, tulajdonképpen a fajtáját sem ismerjük pontosan, nem is értékes a termése, nagyon kövecses, de viszont mutatja a legjelentősebb betegségeket, amik a körtén gondot okozhatnak. Tavaly ilyenkor már sokkal súlyosabb volt a körterozsdának, vagy akár a varasodásnak is a tünete. Az idei száraz, tavasz, aszályos időjárás nem segít ezeknek a terjedését, viszont egy kártevő, a körte gubacsatkája nagyon erősen megjelent, őt nem zavart ez a meleg, és még a szárazság sem. Részben ez az atkáknak a biológiájából adódik, másrészt viszont a gubacsatkák különösen védve vannak, hiszen az általuk, a nyáluk által kiválasztott növényi szövetnek a védelmében különösen jól tűrik a szárazságot és a meleget. Újra és újra megjelennek a fiatal hajtásokon is ezek a levélgubacsok, a dió gubacsatkájához hasonlóan, amiről egy-két hete szóltam. Tehát azt jelenti, hogy elhagyják a gubacsokat ezek az atkák, és újabb táplálkozás helyet keresnek. Ez pedig nem más, mint a fehérjében drós, fiatal, friss hajtások. Tehát lehet még ellenük védekezni, ha valaki szükségét látja. Ezen a fán nem találunk olyan sok tünetet, kárképet, de ha valakit esztétikailag zavar ez a tünet, vagy ha sokkal súlyosabb ennél a körtefájának a fertőzöttsége, akkor bizony előveheti az atkaölőszereket. Körte egy nagy komoly kultúra, sok termesztő vásárol atkaölőszert is, ezért több készítményt is engedélyeztek. Ilyen például a Vertimec Pro, vagy a Flumájt is megkapta eseti engedéllyel, vagy itt van a Nisszorun. Az utóbbi két készítmény úgynevezett transzlamináris készítmény, ami azt jelenti, hogy a levél színére jutó permetlé, a hatóanyag át tud hatolni a levéllemezen, és a fonákon lévő atkákat is el tudja pusztítani, a mi esetünkben pedig lehetséges, hogy még ezekbe a gubacsokba is be tud hatolni. Tehát aki veszélyesnek látja a körte gubacsatkájának a terjedését, annak el kell végezni a védekezést. Azért is mutatnám még a tüneteket közelről is, mert sokan összetévesztik ezeket a barna, de határozott éles széllel rendelkező, egy kis kiemelkedéssel járó, mert hiszen gubacsokról van szó, foltokat a varasodással. Ennek sokkal inkább elmosódottabb, homályosabb kávébarna foltjai vannak. Tehát ez ellen gombaelőszerrel kell védekezni, a varasodás ellen, és a körtegubacsot ellen pedig atkaölőszerekkel, ha szükségesnek látják. A varasodásra sokkal inkább kell koncentrálni, az nagyon nagy gondot okozhat. Erről majd legközelebb szólok.